ilyen ügyesek vagytok, kesztyűvel zárom, kesztyűvel, úgy, ott is van még. A polgármester is jó példával járva elől a gyerekekkel együtt szedi a szemetet Zomba határában a közút mellett. A zombai általános iskolában működő Zöldalma klub kezdeményezésére indították el a szemétszedési akciót. Évente legalább kétszer tisztítják a közút melletti részeket a településen áthaladó 65-ös út mentén. Több mint 10 év óta csináljuk mi ezt a szemétszedést, hulladékszedést. Itt Zomba környékén a közutakat szokták bejárni a diákok, illetve ehhez a csoporthoz kapcsolódik tulajdonképpen a felnőtt kör is. Tehát sokkal előbb kezdtük el, mint az országos TESZED akciót, hogy meghirdették, úgyhogy lehet, hogy rólunk vették a mintát, és azért csinálják most már országos szinten. De sajnos szükség van erre, mert annyi a szemét. És azt hiszem, hogy ezt nem kell senkinek elmondani, aki az utakon jár, az látja nagyon jól, hogy felelőtlenek az emberek, mindent kidobálnak, amit csak el lehet képzelni, még olyat is, amit az ember sokszor nem vesz szívesen a szájára, és eztől szeretnénk megszabadítani itt a környezetünket. Hál' Istennek van egy nagyon aktív kör a Zombai Általános Iskolába, az úgynevezett Zöldalma Klub, akik évről évre járják, és nem csak a TESZED akcióban, hanem azon kívül is, hiszen ugye tavasszal meg szokták hirdetni a TESZED akciót, de itt a zombaiak évente 2-3 alkalommal is. Tehát amikor a környezetünk megtelik szeméttel, mint aminek szemtanú is lehetünk, akkor elindul az a Zöldalma Klub, és is szedi a szemetet. Az önkormányzat természetesen a háttér szolgáltatást megcsinálja, autót biztosít, szemetes zsákokat, meg mindazt, ami kell ehhez. És meg kell említeni azt, hogy a közbiztonságra is itt próbálunk odafigyelni, a helyi polgárőr egyesület, sőt a körzeti megbízottak is minden alkalommal kint vannak, és biztosítják a területet. Tehát nem engedjük ki a gyerekeket úgy a közterületre, és főleg ugye itt a 65-ös számú út mellett, ahol iszonyú nagy a forgalom, hogy elengedjük őket és szedjetek gyerekek, hanem itt vagyunk mellettük. Hát az is van az, hogy 3-4 gyerekhez egy felnőtt behozta. Tehát mondhatnám azt, hogy ez teljesen szervezett formában működik. És reméljük, hogy sokan rá fognak erre kapni, és valahogy próbáljuk azokat a felelőtlen embereket, akik hogy eldobálják, rábírni arra, hogy hát talán a tisztább környezetben nem folytatják ezt a tevékenységüket. Polgármester úr, lehet-e számadatokat tudni, hogy mennyi szemét szokott összegyűlni? Hát ez nagyon érdekes. Ki sem merem mondani. Volt olyan év, amikor 3 7 köbméteres konténerbe nem fért bele az a szemét, amit itt összegyűjtöttünk. És majd, hát nyilván a kamera nem fog végigjönni velünk, de nagyon sok olyan szemét is van, ami egy másik hulladékgyűjtési akciónak a mellékterméke, többek között a lomtalanítási, meg egyéb. Ugye tudjuk nagyon jól, hogy amikor a településen vannak a lomtalanítási akciók, ott mindent kitesznek. És járják a falvakat, azok, akik gyűjtik a fémet, meg mindenféle elektromos hulladékot, ezt-azt-amazt, csak amit nem tudnak lehagyni, azt legkönnyebb kiszórni az útszélére. Hűtőszekrény, doboztól kezdve, mosógép dolg, tehát ami nem fém, ez mindent kidobálnak. Úgyhogy ezekből is össze szokott jönni nagyon sok, és ami még nagyon sajnálatos, az, hogy a veszélyes hulladékok is. Tehát találkozunk akkumulátorral, az, hogy gumiabroncs, hát az rengeteg. Hát most is a gyűjtőhelyünkön, amit összeszedtek, ugye még nem tudtuk elszállítatni sajnos, amit összeszedtek, egy autónyi gumiabroncson lerakva. Úgyhogy egyszerűen ez észbontó, ami történik itt a környezetünkben, nagyon sok a felelőtlen ember. Hát most ezeknek próbálunk példát mutatni. A polgármester azt mondja, vannak, akik nem értik, miért szedik más után a szemetet. Igen, más szemetét szedjük, úgy gondoljuk, hogy ez a mi feladatunk. Lehet-e, hogy körülbelül hány kilométer szakasz szoktak bejárni egy-egy ilyen alkalomkor? Ugye ez a hulladékgyűjtés, ez nem egy napra tevődik. Most elindultunk a mai nappal, ugye a február utolsó napjával, és ez 1-2 hétig fog menni. Tehát mindig ilyen 10-12-15 fős gyerekcsoporttal, ahhoz kapcsolódóan a felnőttek,
Hát az önkormányzat emberei ugye mindig itt vannak háttér kiszolgálóként. Végig szoktuk járni, ha úgy mondom, hogy gyakorlatilag a 65-ös csatlakozás, tehát a 6-os 65-ös csatlakozástól egészen Hőgyészig, a Bonyhádi utat pedig Bonyháttól ugye Zombáig meg szoktuk szedni a Felsőnánai bejárót, a Nagytormási bejárót, sőt, mi több Harc-Kölesd közötti szakasz meg tudsz szedni. Hát ezt összeszámolom, durván 30 kilométert bejárunk. Első nekifutásra most majd 5 kilométeren sikerült a közút melletti területekről a szemetet összeszedni a gyerekeknek és a civileknek még a Teszed akció előtt.